Az elnökséget nem lehet megakadályozni, az nem is jog egyébként, hanem egy kötelezettség, amit sok-sok évvel ezelőtt egy hangú határozatban az unió tagállamai fogadtak el. Bővebben pedig az Európai Parlament frusztrált intézmény, és amíg egy balliberális többsége van, addig minden eszközével politikai nyomásgyakorlást igyekszik kifejteni Magyarország irányába. Ugye nem új keletű ez az érzés. Látjuk, hogy korábban a migrációt ellenző álláspontunk volt a probléma, most éppen a békepártiságunk, a magyar emberek békepártisága a probléma, és több személyes nyilatkozatban is egyébként egyértelművé teszik, hogy ugye nem is a jogállammal van alapvetően baj, hanem ezekkel a nagyon erős politikai álláspontokkal. Úgyhogy most a legújabb dallam az, hogy az elnökséget próbálják támadni.